Többek között a Vörös Mati Társaság írói és a kultúra azon szereplői is helyet kapnak Vakler Lajos könyvében, akik meghatározzák ennek a városnak az életét. Zenebűvészek, az Alba Régia Táncegyüttes táncosai és kísérő zenekarai, a Vörös Marti Színház színészei, a helyi gazdasági élet egyéniségei, de a fehérvári kötődésű Müller Cecília portréjai színesíti a fehérvári beszélgetések negyedik kötetét. Vakler Lajos legújabb portrégyűjteményét a múlt hétvégén mutatták be. Én személyesen mindig nagyon szerettem, hogy amikor a Lajos kérdez, és ő a kérdező, amikor interjút kell adni, mert már maga a kérdés olyan tűpontos és precíz és lényegre törő, hogy nagyon-nagyon könnyű jól válaszolni. Személyes hangvételű köszöntőbeszédében Varga Tamás arról beszélt, hogy egy kötetben csupa olyan szereplővel találkozhatunk, akihez közünk van, akikhez kötődünk. A szerzőnek is ezt jelentik a kötetbe szerkesztett beszélgetések. George Bernard Shaw, hogy képzeld el, amit kívánsz, kívánd, amit elképzeltél, és teremts meg, amit kívántál. Most ennek jegyében készültek ezek az interjúk is. Fontosnak tartottam, hogy egy kicsit bulvár nélkül közelebb hozzuk azokat az embereket, akikről tudjuk, hogy sokat tettek értünk, illetve akiket látunk napról napra, tehát itt a színházban is. A termékeny újságíró már dolgozik új kötetén a Nagy Színész könyvön, amely a Fehérvári Színház utóbbi évtizedét dolgozza fel.